A pénteki megyei közgyűlés megtárgyalta Győr városfejlesztési stratégiáját. Győrnek jók az adottságai, és nagyívű fejlesztések szerepelnek az anyagban. A kormány döntése értelmében a területfejlesztési források felhasználásához szükség van arra, hogy a megyei önkormányzatok ne csak a megye stratégiáját fogadják el, hanem a megyei önkormányzat döntése alapján azoknak a kiemelt városoknak a stratégiáját is el kell fogadni, akik külön forráskerettel rendelkeznek. Ugye Győr közel 14 milliárd forintos forráshoz fog hozzájutni a jövő évtől. Ehhez ugye stratégiát kellett készíteni, és ez a fenntartható városfejlesztési stratégia kerül most a megyei közgyűlés elé megtárgyalásra. Az összes ilyen elképzelésnek mindig az alapja, hogy egy jó állapotfelmérést készítsen, akinek ugye ez a feladata. Az állapotfelmérés alapján lehet meghatározni azokat a célokat, amelyeket aztán a jövőben megkívánnak valósítani. Nyilván Győrnek jók az adottságai, és nagyívű fejlesztéseket írt le ebben a stratégiában. Ez a kisebb, apróbb dolgoktól az egészen nagyívű fejlesztésekig is tartalmaz sok mindent. Jóval nagyobb forrásra lenne szükség, mint a rendelkezésre álló keret, de ez nem probléma, hiszen itt nem csak a TOP plusz forrásoknak a felhasználásáról szól az anyag, hanem minden későbbi pályázati lehetőségnek is fontos feltétele, hogy a városok rendelkezzenek stratégiával, és a stratégiához való illeszkedést kell majd mindig bemutatni a következő pályázatoknál. A közgyűlésen arról is döntöttek a képviselők, hogy támogatják a Moson-Magyaróvári gazdasági övezet fejlesztését. Moson-Magyaróvári különleges gazdasági övezetben jelentős iparfejlesztési feladatai vannak a megyei önkormányzatnak. Itt egy csatorna építési projektnek a finanszírozásához járulunk most hozzá, későbbiekben pedig egy útépítésnek a pályázatát is el fogjuk készíteni, és meg fogjuk valósítani, ez szolgálja majd az iparterületnek a benépesülésének a kezdetét. A Europe Direct iroda működése eredményes és hatékony, derült ki a szervezet beszámolójából. Az Európai Bizottságnak mi egy közvetlen tájékoztatási irodája vagyunk, és az a feladatunk, hogy az Európai Uniós intézményrendszerre kapcsolatos kérdéseket, azokat széles körben megismertessük a lakossággal. Ezt elsősorban ugye rendezvényeken tesszük, illetve különböző tájékoztatóknak az elkészítésével, de mindig nyitva áll a megyei önkormányzaton belül a Europe Direct iroda is. Továbbá ugye a névhasználattal összefüggésben is szükséges döntéseket hoznunk, hiszen az alaptörvény módosítása értelmében január 1-től a megye szó helyett ugye a vármegye szót kell használni, úgyhogy mi is a megyei, Győr-Moson-Sopron megyei közgyűlés helyett már a Győr-Moson-Sopron vármegye közgyűlése leszünk majd, és ugye ezzel kapcsolatban van számos döntés, amit meg kell hozni, elsősorban jogtechnikailag. Németh Zoltán elnök a Győr Plusz médiának elmondta, hogy lemondott mandátumáról a megyei közgyűlés Momentumos képviselője, és mivel pártása már korábban leköszönt, jelenleg a Momentum képviselő nélkül maradt a megyei testületben.